szeretettel köszöntjük a beregsuráni, beregdalóci testvéreket, a Tarkai Református gyülekezetnek a kórusa nevében. Eljöttünk ennek az esztendőnek az adventjében, a Jóisten elhozott bennünket ide, ahol mindig, minden esztendőben szeretettel várnak bennünket. Advent az útkészítésnek az ideje, és a mi református énekünk, ha már énekkel vagyunk, akkor énekkel indítok, úgy kezdődik, hogy várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Jól készítsétek útát, a vendég már közel, mi néki gyűlölt utát, azt mind vessétek el. Advent annak az ideje, amikor azt az utat, amely közöttem és Isten között van, azt az utat egyenessé kell tenni. Hogy lássuk magunk előtt a célt, lássuk magunk előtt azt a Jézus Krisztust, akihez nekünk is el kell találni. Karácsonykor mindazok, akik ott vannak a karácsonyi történetben, eltalálnak Jézus Krisztushoz. Azért, mert figyelnek az Isten útmutatására. Ezen az estén mi szeretnénk ennek a gyülekezetnek olyan betlehemi csillaggá válni, amilyen csillaggá vált az új csillag az égen, amely elvezette őket Betlehemi. Szeretnénk Istennek olyan angyalaivá válni, olyan angyali kórussá válni, akik elmondják ennek a gyülekezetnek, az itt lévő testvéreinknek, hogy örüljünk, örvendezzünk, mert megszületett Jézus Krisztus, megszületett a világ világossága. Fogadja szeretettel minden testvérünk azt, amivel mi készültünk, azt, amit elhoztunk nektek. Fogadjátok szeretettel az énekeinket, fogadjátok szeretettel a verseinket, fogadjátok szeretettel azt a Jézus Krisztust, aki, én hiszem azt, hogy velünk együtt itt van, részese ennek az Isten tiszteletnek, és azt szeretné, hogy mi valóban örüljünk és örvendezzünk, mert ő megszületett.
paradicsomnak a kapuja bezárult Ádám és Éva mögött. És ezt az ajtót ki nem nyithatja senki más, csak az üdvözítő. Adventben őt várjuk, hogy ebben az évben is megnyissa előttünk a mi üdvözítőnk az ég ajtaját, amit mi bűneinkkel évről évre bezárjuk. Ó, jöjj, üdvözítő! Thank you.
közös keresztény messiás várásunkról zen. Amint fényként megérkezik a mi mennyei atyánktól Jézus, a világ megmentője. Egy olyan világban, amely háborúban alszik, nem tudva a bűneiről. Szenvben és mocsokban él, ahelyett, hogy Istentől egyszerűen csak elfogadná a felkínált ajándékot, a szabadulást, Jézus gyermeki tisztaságát. Várnak. És az úton
Te jössz már felénk, tudom. Jöjj el, várlak, megváltó Jézusom. Öltöztesse lelkem adventi remény, karácsonyi belem, szelíd gyertyaként. Minden dolgom elrendezve szépen, ott vagyok kezedben, ott a helyen. Teljesen és mindig bízik el.
Mert így lehet csak eljutni a jászolhoz bízó szívvel. Bízó szívvel. Jöjjetek Krisztus dicsérni. Áldjon a bizalom ideje. Jöjjetek, jöjjetek Krisztus dicsérni, jöjjetek, jöjjetek Krisztus dicsérni, Jézus szívet hozzád élni, életet az ember élni, Krisztus szentséget áldolják. Jöjjetek, jöjjetek Krisztus dicsérni, kikandikáltak lábujjai, erekkel telerajzott orra, mint egy térkép. Messze voltunk, de biztos voltam benne, hogy üdös. Ő is integetett. Szia, kicsi baba! Szia, nagyfiú! Összenéztünk a férjemmel, hogy most mit csináljunk. A férfi szakadatlanul kiabált. Ismered ezt a játékot? Kukucs, kukucs, nézd csak, ismeri! Egyértelmű volt, hogy részeg. Majd elsüllyedtünk szégyenünkben. Csendben is sietre ettünk, de Erik az összes eléje kitett ennivalót megette, s az öreg mindent utána csinált. Végre befejeztük, a férjem ment fizetni, mi a kijárat felé indultunk, de az az ember pont ott ült. Uram, segíts, hogy kijussunk innen, anélkül, hogy megszólítanak, imádkoztam. Próbáltam elfordulni, hogy ne érezzük a leheletét, de Erik, mielőtt bármit tehettem volna, az öregember karjaiba vetette magát. Néztem, ahogy egy nagyon büdös öregember a karjaiban tart egy boldog kisgyereket. Erik teljes bizalommal és szeretettel hajtotta a fejét a férfi kopott vállaira. Az öreg becsukta a szemét, és láttam, hogy megindulnak könnyei. Koszos, munkától cserzett kezei igazi gyengétséggel tartották a fiamat, miközben szeretettel simogatta a hátát. Nem láttam még ennyire mélyen és gyorsan fellángoló szeretetet két ember között. Döbbenten álltam. Az öreg ölelte és határozottan kért, nagyon vigyázzon erre a fiúra. Nagy nehezen jöttem ki, hogy megteszem. Szomorúan lefejtette magáról Eriket, mintha fájdalmat okozott volna neki ez a mozdulat. Aztán ennyit mondott, Isten áldja asszonyom, ez volt a karácsonyi ajándékom. Egy elmakogott köszönés után futva tettem meg az utat az ajtóig. Férjem nem értette, miért sírok, és miért szólítom úgy a fiamat, miközben azt mondogatom, Uram, Uram, kérlek, bocsáss meg! Tanulja voltam Krisztus szeretetének egy gyermekben, aki nem látott bűnt és nem ítélkezett, aki látta a másik lelkét, és egy anya lelki vívódásában, aki nem látott tovább a külső. Vak voltam, miközben karjaiban tartottam egy gyermeket, aki látott.
Úgy éreztem, Isten azt kérdezi tőlem. Hajlandó vagy megosztani a fiadat egy pillanatra? Ő nekünk adta az övét örökre. Ne ítéljetek látszat szerint.
amikor megnyílik a mely, amikor megnyílik az ég ajtaja, amikor megzendül az anyai kórus, amikor felfakad az önök. Készüljön hát mi is az angyalokkal énekelve. Mert ez az énekel. Add minden az egész.
csillagfényes, de mégis csöndes éjjelből visszatérünk még az Adventbe. És szívünk minden alázatát oda visszük Isten lábai elé, az utolsó előtti ünnepünkben. Mert Advent az alázat ideje. Oda visszük Istenünk lába elé, és töredelmesen megvalljuk, hogy csak benned bízom, Uram, egyedül. Várjuk, Uram. Titeket is, és minket, magunkat is.
egy hét múlva elérkező csendes éjjel. Nem advent, a csendtér. Legújabb, mondjuk úgy, hogy így modern, klasszikus, az, ami most következik.
kedves testvérek, hát gondolkoztam a megszólításon, megmondom őszintén, de ennél azt hiszem megfelelőbb, nem igen, akad. Itt az adventi időszakban sok mindent el lehet ugye mondani a karácsonyra való készületről, de az adventnak tényleg talán a legcsodálatosabb érzelmi ráhatása a lelkünkbe egy varázslatos várakozás. És az, hogy tényleg ez a várakozás mennyire lesz varázslatos, ebből a szempontból mi is sokat tehetünk. Hát úgy érzem, hogy most nagyon sokat tett számunkra a tarpai református kór, ezt a várakozást varázslatossá tudta tenni tényleg a számunkra, úgy érzem, ezekkel a szép kórusművekkel, és megköszönöm nekik áldozatos fáradtságukat, munkájukat ezzel kapcsolatban, és megköszönöm a rendezvényt illetően a Beregsurányi polgármester úrnak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény megvalósulhasson, hogy szállító járművet biztosított a kórus tagjai számára. Megköszönöm mindenkinek, nem tudom konkrétan, hogy kik tettek felajánlásokat, hoztak süteményt, üdítőt, vagy éppen az sem lényegtelen imáikkal járultak hozzá ennek a rendezvénynek, mondhatni ugye a sikeréhez, és megköszönöm végül, de nem utolsó sorban Vargáné Helka Veronika a lelkes munkáját, mert szerintem ő volt az az indító motor, aki ezt a rendezvényt, hogy így mondjam, létrehozta, megvalósította, és megköszönöm a kedves testvéreknek, akik itt jelen vannak, hogy vették a fáradtságot, eljöttek, és én bízom benne, hogy nagyon jól is érezték magukat, és köszönetünk kifejezéseképpen szeretettel várunk mindenkit a plébánia épületbe egy szerény agapéra, egy szerény vendégségre. Köszönöm szépen!